Sziasztok! Ez itt a Blik Starchat. Várjuk nagyon a kérdéseket Lacival. Örömmel válaszolunk. Hát, és örömmel válaszoltok már, vagy azért a hirtelen az első interjú, amikor megtörtént szombat este a Dancing with the Stars-ból a kiesés, akkor nem úgy tűnt, hogy ti most nagyon örültek annak, ami történik. Hát szerintem senki nem örül annak, aki esik. Mert hogy álságos lenne használnánk, hogy nagyon jól érezzük magunkat, bár azóta már megbarátkoztunk a gondolattal. Az az este, amikor kiestünk, az nem így indult, sőt, talán pont ellenkezőleg indult, tehát az a legjobb táncunk volt zsűri szerint is, szakemberek szerint is, szerintünk is. Nagyon jó hangulatba váltuk a folytatást, sőt, már tervezgetjük a következő táncunkat. Föl is jött a stylist a páholyba, és mondta, hogy na hát akkor a következő ruha az lesz, hogy... A szerkesztőnk vagyok. Majd jött a hideg zuhany, úgyhogy picit csalódottak vagyunk, mert azt gondoltuk, hogy ez sima lesz a tánc alapján. Hát így jártunk. Mögöttünk 3 hónap munkája van már, és tényleg napról napra, hétről hétre fejlődött alatt, és az utolsó tényleg 2 hétben, és szerintem az, hogy ő már annyi minden ért ebben a műsorban, tehát tényleg kapott 2 hétre egy másik partnert, aztán jött a sérülése, ami miatt úgy volt, hogy nem folytathatjuk a versenyt. És annyira elszívta magát, előtte is egyébként 100%-osan beletette magát, ő ugyanolyan maximalista, mint én, hál' Istennek, úgyhogy ebben mi nagyon egymásra találtunk. De a diszkó óta szerintem ott ő rájött, hogy úristen, hogy másfél nap alatt fel tudtunk arra készülni, akkor most 1 hét alatt ide nekem az oroszlánt is alapon, és hétfőn próbáltuk ugye először, akkor tanultam meg az első lépéseit ennek a múlt heti adástáncának, a Quickstepnek, és tulajdonképpen a hétfőn megtanulta az összes lépést, tehát mi kedden azt már zenére táncoltuk, és eszméletlenül ügyes volt, és tényleg azt éreztem, hogy most nekünk itt előre kell törnünk, és így is történt, ugye a zsűri pontjai alapján sem voltunk még csak a veszélyzónak közelében sem, és hát nagyon sajnáltuk, mert én azt éreztem, hogy ez a következő hét akkor így ugyanebben az ütemben, ugyanebben a lendületben fog folytatódni, és még előrébre, és tényleg én már láttam magam előtt, hogy a döntőben ott táncolunk együtt. Kicsit szerencsétlen helyzet volt az, hogy beteg lettél, és ki kellett hagynod 2 hetet, de azért te 2 nagyon profi táncostól tanulhattál, míg a többiek csak 1-től. Igen, ennek minden nehézségét és előnyét élvezve és kihasználva, igen, azért ez nem volt egy egyszerű helyzet. Tehát nekünk amatőröknek úgy, hogy párt kell cserélni, tehát én akkor a Szembogival már 9 hete próbáltam, ugye? Tehát 9 hete dolgoztunk együtt, és úgy elkezdeni valakivel hétközben, hogy hétvégén színpadra kell állni vele, azért ez egy nagyon-nagyon merész vállalkozás volt. Abban nagyon nagy szerencsém volt, hogy Martina egy világklasszis, és nyilván neki ez semmilyen nehézséget nem okozott, de azért ez nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek esetleg sokan gondolják. Én ezt az egész műsorsorozat alatt egyetlen egyszer sem mondtam, és most a Pogénak ez egy nagyon új információ lesz, az egyik legalábbis nekem működő, sajnos azt kell mondom, működő nyaki gerinc sérvem van, most a tánc alatt jött egy normál gerinc sérvem itt lent, és nekem, most már fél éve, mert nem volt időm megcsináltatni, ágyék sérvem van. Tehát én ezekkel együtt táncoltam, tehát gyakorlatilag 3 sérvel folyamatosan, amivel igazából én csak úgy táncolhatnék, meg mozoghatnék, hogy például ezt a lenti ágyék sérvemet ezt el kéne kötni. Tehát ezzel nem, hogy táncolni nem lehet, hanem sportolni sem semmi, ezt meg kéne ütetni most. Ezt most én tologatom már jó ideje, van, aki ezzel így elérdegél évekig, sőt, van, aki meg sem csináltatja, de hát nyilván ez nem túl egészséges emeléseknél és olyan bármilyen sportnál. Hát bármilyen sportnál, úgyhogy az a helyzet, hogy nekem ennek a műsornak az egyik hozadéka az, hogy a 4 gyerekem mindegyike azt írta itt, hála Istennek meg is van a kis telefonomban, de ki is mondták, hogy nagyon büszkék rám.